Ülésedett a MÁV-START érdekegyeztető tanácsa. Sok-sok napi rendi pontot terveztünk megtárgyalni, de a rendelkezésre álló másfél óra töredékére volt elegendő. Mindegy, sorolókban tudtunk egyességbe jutni. Szóvá tettük, hogy a jegyvizsgálók a bevont utazási igazolványok után a vezérigazgatói utasítás ellenére, ami 2014-ben született Zarán György keze által, nem kapják meg a járandóságként kiírt 5000 forintokat a bevont utazási igazolványok után. A munkáltató elismerte a mulasztását, hivatkozott a átszervezési folyamatok lassúságára, az ebből adódó munkaterheltségre, viszont megígérte, hogy a nagy esküt, hogy a márciusi fizetésekkel az elmaradásokat pótolja. Tehát ebből az következik, hogy minden jegyvizsgáló, aki már leadta a igényét a kifizetésekre, a bevont utazási igazolványok után, azok számára ezen összegek 5000 forintonként kifizetésre kerülnek. Alárásra került a kollektív szerződés 4-es számú melléklete, a szükséges módosításokkal egyetemben. A 4-es melléklet a ruházati ellátásra vonatkozik, hosszas tárgyalások eredményeképpen úgy vélem, hogy egy jó anyagot sikerült tető alá hozni, és az is elfogadható, ami a kollektív szerződés erre vonatkozó módosítását illeti. Így lehetőség nyílik arra, hogy a továbbiakban bérelt ruhába lássák el a munkavállalókat, és arra is joggal számíthat mindenki, hogy az elmaradt ruhaellátásokat legkésőbb ez év harmadik negyedév végéig részükre természetben térítik, magyarul az elmaradt ruházati darabokat, lábbeli cipőt, zakót, stb. Megkapják. Amennyiben ez nem történne meg, akkor tárgyalni fogunk arról, hogy mi módon kárpótolják az addig borulját tagjainkat, vasutasokat. Remélem, hogy a ma aláírt ruházati megalapodásokkal egy nyugalmasabb időszak következik az ellátás vonatkozásában a MÁV-START házatáján. Módszert hiányoltuk, hogy a MÁV-START vezérigazgatója nem veszi a fáradtságot és nem tiszteli meg a vétet a jelenlétével. Hónapok óta színét nem látni, eltűnt, mint a hapkapitány a hajója fedélzetén. Nem igazán értjük, hogy miért. Furcsa dolog az, hogy vezérigazgatónak nincs mit mondania az érdekképviseletek számára. Talán miatt a távolmaradás, hogy taktársunk Németh Zsolt ügyében még mindig tart a bírósági eljárás, amely remélhetőleg a belső fokon április 4-én véget ér, és jog és igazság lesz szolgáltatva a meghurcolt taktársunknak.